Igen. Nagyon jól érzem magam. Együtt, szabadon, ez teljesen nyilvánvaló, hogy egy fedőnév, hát nem erről van szó. Tehát alapvetően ez egy mesterien képzett profi színházi szakemberekből álló színházművészeti elitegység, egy gyorsreagálású elitegység, amely az ország bármely területén, bármilyen színházi épületben, színháznak látszó épületben, műfázban és szabad téren, bármilyen időjárási körülmények között, bármilyen napszakban, 26-6 és félen belül bevethető. Ez egy profin szervezett kulturális zsoldos hadsereg, ha úgy tetszik, a magyar színházi élet idegen légiója, amelynek feladata, hogy színházi eszközökkel formát adjon az emberek félelmeinek, vágyainak, felderítse, feltérképezze a kapcsolatainkat beszövő önzés, dinamikus hálózatát, és levadásszon olyan pillanatokat, amelyek közvetlen közelről lehellik a közönség arcába egy másik, egy harmadik, és tulajdonképpen minden emberre való közösségünket. Fegyverzeteink közé tartozik a humor, a féken tartott feszültség és a részvét. Lényegében nekem abból a szószetétebből az első, amihez közön van most az együtthöz, mert hát, hogyha itt tekintjük a jövő évadom, teljesen megvan. Tehát máshol nem is kívánom most dolgozni, nem is tudnék, mert Zsinórban 4 bemutatom lesz jövőre. Olyan rendezőkkel, főleg akikkel idáig nem dolgoztam, olyan emberekkel, akikkel nem dolgoztam, vagy akikkel dolgoztam még korábban, és ez mind a kettő nagyon jó. Nagyon kíváncsi vált ez. Jó dolgok történnek itt az emberrel, azt érzem, mint a családi játszák próba alatt is. Miért csatlakoztam ide, miben más, mint az elmúlt pár évem. Más emberekkel dolgozom, és nagyon szeretek. Én nagyon szeretek vidékre menni, nagyon szeretek más városokba vinni előadást. Ez hozzám tartozik. Elhanyagolhatatlan az a része is, hogy az ember egy olyan reményben jön ide, és ezért én az együtt szabadomból az együttet választom most, mert itt van egy olyan ígérete, vagy egy olyan jövőképe az embernek, hogy azért a színházi munkáért, amit ő szeret csinálni, amit teljes erőbedobással és tudással és hivatástudattal végez, azért annyi pénzt is kap, amiből meg tud élni. Ez nagyon fontos szerintem Magyarországon is, meg bárhol, nekem az én életemben nagyon fontos, hogy van egy olyan ígéretem ezzel a formációval, hogy meg tudok élni abból, amihez értek előadásokat csinálni. A Csemegepultos Naplója című előadást játszom, a családi játszmákat fogom e hónap 27-től vagy 6-ától, ha nem jön közbe semmi, az Oroszlán télenben feltűnök. Ezek után az Nomenák István rendezte Dühöngő ifjúság egyik dühöngőjévé válok, és aztán Dömötör András Orlai alkalmát krupjában folytatom a munkát, és végül megkoronázzuk a következő évad végén a Göttinger Pali újabb rendezésével ezt a színházi menetelést. Uh-huh.